Mesterszakács! A két partvidék közt városokban és falvakban tehetséges amatőr szakácsok ezrei verődtek össze. Biztosítási ügynök vagyok. Gyereket nevelek. Céljuk, hogy részt vegyenek a világ első számú konyhai vetélkedőjén. A sikersorozat immár Amerikát is meghódítja. Ha bejutnék a műsorba, életem nagy álma válna valóra. Úgy izgulok. A résztvevők $250,000 versengenek. De a győztes emellett saját szakácskönyvet is írhat. Én készen állok. Gyerünk! Valaki amatőr konyhaművészből Amerika első mesterszakácsává válik. A versenyzők alkotásait minden esetben a gasztronómia három ismert szakértője bírálja el. Graham Elliott vagyok Chicagóból. 27 évesen Amerika legfiatalabb négycsillagos séfje lettem. Elhihetik nekem, tudok egy-két dolgot az ételekről. A nevem Joe Bastianich. Amerika legjobb éttermei közül 20 az enyém. 3 díjnyertes olasz borászatomban. Nem számít, ha mások szerint sztárszakács vagy. Majd mi eldöntjük. És itt vagyok én, Gordon Ramsay. 20 éve tevékenykedem a vendéglátásban. Világszerte 28 éttermem van. Most azt az embert keresem, aki elég jó ahhoz, hogy Amerika első mesterszakácsa legyen. Nagy megtiszteltetés, hogy az én ételemet eszi. Hihetetlen. Gyerünk! A versenyzőkön óriási a nyomás. 20 perc már eltelt, mintha az életetek múlna rajta. Szórakozol velem? Nem. Viccből nem fűszerezel? Komolyan veszem. A legkülönfélébb feladatokkal teszteljük a kreativitásukat. A jövőtök most azon múlik, hogy készítetek el egyetlen tojást. Kóstold meg, és találd ki, milyen hozzávalókat tartalmaz. Kömény. Azt mondod, kömény? Egész életük tapasztalatát kell egy ételbe sűríteniük. Tudom, milyen fontos ez a nap. Nem készíthetek olyan fogást, ami panaszra adna okot. Ez egy esküvő, nem mondhatjátok azt, hogy nincs meg a lazac. Megtanulják, milyen egy hadseregre főzni. Még bent van a sütőben! Te jó ég! Ja, amúgy tökéletes lenne. Ahogy a verseny egyre élesedik, mint többen kénytelenek idő előtt távozni. Unalmas és unalmas. Vedd le a kötényedet, kiestél. Úgy főz, mintha a császárnak készítenéd. A heteken át tartó munka a szeletelés és kockázás alatt. Gyerünk! Születnek győzelmek. Ez az étel reményt adott nekem. És csúfos kudarcok. Ez egy rossz étel, mindketten tudjuk. Csak egy valaki lehet Amerika első mesterszakácsa. A több tízezer jelentkezőből csupán néhányat invitáltak Los Angelesbe, hogy összemérjék tudásukat. Úristen! Irány Hollywood! Gordon Ramsaynek fogok főzni Los Angelesben. A legkülönfélébb háttérrel rendelkeznek. Szoftverfejlesztő vagyok. 3 gyerekem van. Ügyvéd vagyok. Építőmunkás. Orvos vagyok. Mindenki egy ételt készíthet. Vietnámi csirke és rizs. Arkádiai törpeharcsa. Rakott burgonya. Mi úgy hívjuk, a temetési krumpli. Egy esélyük van bemutatni a tehetségüket. Ez hihetetlen. A legjobb, amit ma kóstoltam. A döntőbe csupán igazi szenvedéllyel lehet bekerülni. Az itt megjelent 100 főből mindössze 30-an ölthetik fel ezt. A mesterszakács kötényt. Sok ezer amatőr szakács készül arra, hogy ő legyen az első amerikai mesterszakács. Amerikai mesterszakács. Elérkezett a mesterszakács versenysorozatának első napja. Az országot járva a legjobb amatőr szakácsokat kerestük. Azok nyertek meghívást ide, akik tudásukkal, szenvedélyükkel és fantáziájukkal mély benyomást tettek a szakértőkre. Közülük azonban csak 30-an maradnak versenyben. Én leszek Amerika első mesterszakácsa, mert hiszek magamban. Vannak, akik azért főznek, hogy éljenek, és akik azért élnek, hogy főzzenek. Én ez utóbbi vagyok. Mindenki másnak azt üzenem, hogy kapják össze magukat, mert én magamat adom, és olyan kemény leszek, mint Donkey Kong. Nem azért jöttem ide, hogy bármikor is feladjam. Üdv, Gordon Ramsay vagyok. Joe Bastianich vagyok. Én meg Graham Elliott. Egy kivételes alkalom előtt álltok most. Egyikőtök megszerzi az első amerikai mesterszakács címet.
Főzzetek úgy, ahogy még soha. Hadd lássuk, miért vagytok itt. Mi erre tettük fel az életünket. Az ország legjobb olasz éttermeinek tulajdonosa vagyok. Most itt a lehetőség, hogy otthoni műkedvelőből mesterszakáccsá váljatok. Ha elkötelezetten és szenvedéllyel teszitek a dolgotokat, sikerülhet. A mai nap legfőbb célja szert tenni erre, a mesterszakács kötényre. Ez ugyanis azt jelenti, hogy tovább jutottatok a következő fordulóba. Ehhez pedig az kell, hogy előállítsatok egy ízletes csodás ételt egy óra alatt. Amerika első mesterszakácsa csodás díjakat zsebelhet be. Először is $250,000 kap. Amikor Gordon kimondta, hogy $250,000, elájultam. Ez elképesztően sok pénz. Másodszor kiadhatja a saját szakácskönyvét is. Hosszú utat tettetek meg idáig, de most válik igazán élessé a verseny. Nem érdekel, ha a gyereketek vagy az anyátok szerint jó szakácsok vagytok. Itt mi fogunk dönteni. Idézzétek fel a legjobb ételt, amit valaha kóstoltatok. Garantálom, hogy ettem már jobbat. Ezt tartsátok észben. Közületek csak egy valaki lehet a mester szakács. Sok szerencsét! Ha én nyerném a versenyt, az szuper lenne. Ezek után minden nap úgy ébredhetnék, hogy munka közben azt teszem, amihez igazán kedvem van. Erről szólna az egész életem. Az amatőr szakácsoknak egy órájuk van arra, hogy a konyhában elkészítsék életük legjobb fogását. De meleg van! Az ételeket íz és küllem alapján is elbírálják. Első versenyzőnk Chris különleges hozzávalót választott bemutatkozó ételéhez, sört. Egy sörös sajtos levest készítek. Igen, sörös sajtos levest. Szuper lesz. A sajt és a sör kiválóan illik egymáshoz. Ennyi a titok. Vajon a titkos recept sikert arat, vagy ő lesz az első, akinek romba döntik az álmait? Jó napot! Hello! Hogy hívnak? Chris! Honnan jöttél? Texas állam, Houston. Mit készítesz nekünk? Egy sörös sajtos levest hoztam. Sörös sajtleves. Sok sört rakok az ételeimbe, szeretek sörrel főzni. Van benne mogyoróhagyma, póréhagyma, fokhagyma és zeller. Egy kis liszt és vaj. Meg sör. Így van, tejszint és reszelt sajtot teszek bele. Megvárom, míg megolvad. Mi ez a nagy vonzódás a sörhöz? Mindenbe azt raksz? Imádom a csapolt sört. Oda vagyok érte. Néhány igazán elismert séf is használ sört. Azt mindenki tudja, hogy borral szokás főzni, sokan használják. A sör már egészen más, általában furcsának tartják, én egyáltalán nem. Akár be is jöhet. Kóstoljuk meg és meglátjuk, de alapban nem vagyok az ellen, hogy egy jó levesbe sört tegyünk. Sörös sajtos leves pirítóssal és metélőhagymával. Nagyon kellemes állagú. Ez így szokott kinézni? Igen, uram. Elég barna. Nagyon barna. Köszönöm. Ajjajajajaj. Egyértelműen van mit javítani rajta, de nem lenne gondom azzal, hogy megegyek ebből egy tányérról. Ez egy rossz étel, mindketten tudjuk. Nos, te mit gondolsz róla? Hogy mit gondolok? Ez a legundorítóbb leves, amit valaha megkóstoltam. Egyértelmű nem. Bocs, lehet, hogy bűnös élvezet. Mondd ki. Igen? Nem, köszönjük. Hagyd csak itt a sört. Megbolondultál? Ebből egy tányérral is belehalsz. Azt tuti, nem bírnád ki? Őrület. Két nem szavazattal Chris kiesett a versenyből, de rengetegen vannak még, akik a mesterszakács kötényre pályáznak. Honnan jött a főzés szeretete? A pasiktól. Mindig séfekkel randiztam, valahogy vonzódom hozzájuk. Séfekre vadászik. Nincs abban semmi baj, Gordon.
Jukkával és édes burgonyával körített csattogó halat csinálok. Egy tanács, randízz tovább séfekkel, mert belőled nem lesz az. Pirított harcsát hoztam rizses ágyon. Nagyon jó. Hogy ez az étel megérne egy ilyen kötényt? Nekem nem. Egyelőre senki nem érdemelte ki a továbbjutást. Következő versenyzőnk Suzette profi focista volt, most azonban az első kötényét szeretne versenybe szállni bármiáron. Ez egy tilápia taco mangós szalszával. Szeretek egészségesen étkezni. Brazíliában profi focista voltam. Hogyan? Brazíliában profi focista voltál? Hallottam, hogy te is focisztál régebben. Arra gondoltam, utána dumálhatnánk, vagy játszhatnánk egyet. Én készen állok, Gordon. Csatár voltam, te meg védő, lejátszhatjuk. Tilápia taco mangós szalszával. Megmondanád, hogy tehetném jobbá? Nem elég a műsoridő. Tényleg tanulni akarok. Tudok keményen dolgozni. Azt hiszem, ezen nincs mit gondolkodni, igaz? Egy tanácsot adnék. Az energiát, amivel flörtölsz, fektesd a főzésbe. Ezerszer jobb lesz az étel. Joe, igen vagy nem? Nem. Graham, igen vagy nem? Nem. Bocs, de nem. Oké. Kösz, hogy eljöttél. Biztelt. Te jó ég, azt hittem elhányom magam. Ez szánalmas. Milyen rémes. Senki sem fűszerez meg semmit. Igen. Unalmas és unalmas. Tenni kell valamit. Az biztos őrület. A folytatásban. Eddig mindenki csalódást okozott nekünk. Majd később. Nagyképűnek tartanak, mert van önbizalmam. Önbizalmad az van. A bukásra készülsz fel így, vagy ennyire jó szakács vagy? Képes vagy rá? Képes vagyok. A több ezer jelentkező közül csak a legjobbakat hívták meg, hogy összecsapjanak a mesterszakács címért. Elég volt. Tenni kell valamit. Az biztos. Egyelőre senki nem nyerte el a kötényt, és ezzel a továbbjutást a következő fordulóba. Jól van, üljetek le! Sajnos rossz híreket hoztam. Eddig mindenki csalódást okozott nekünk, és kezdek kissé ideges lenni. Ha beléptek ezen az ajtón, kápráztassatok el minket. Azt szeretném, ha tökéletes ételeket hoznátok. Világos? Igen! Vajon Mike, a Kaliforniában élő felszolgáló lesz az első továbbjutó, aki elkápráztatja testvéreit? Serpenyőben sült kacsa mellett készítek, egy kis narancsos mizó szósszal. Örülök, hogy itt lehetek Michael mellett. Mindent erre tett fel, és csodálom ezért. Rajta! Hogy hívnak? Michael. Hány éves vagy? 34. Mit fogsz készíteni? Egy serpenyőben sült kacsa mellett. A neve kacsatekercs. Graham, mennyi? Igen, uram. Flambírozod a húst? Ez tetszik nekem. Elégetem az alkoholt. Ezután adom hozzá friss narancsot, vagy mandarinlevét. Milyen gyorsan mozog? Egy klasszikus koreai köretet készítek, ami ízében a szójababra emlékeztet. Úgy mozog, mint egy séf. Kész. Tálalt fel nekünk. Kacsatekercs narancsos mizószósszal. Nagy megtiszteltetés, hogy az én ételemet eszi. El sem tudom mondani. Az étel állaga észvesztően jó, kiemelkedő. Minden tökéletes egyensúlyban van. Te úgy mozogsz, mint egy szakács, és úgy is főzöl. Nagyon köszönöm. Oh.
mint a szexoszádban a szó legjobb értelmében. A savasság, a frissesség, a fűszerek remekül működnek a mizóban. Ez egy káprázatosan jó fogás. Megpróbálom úgy enni, ahogy az kell, rendben? Kiváló az egyensúly. Hihetetlen. Nos, Joe, igen vagy nem? A mi emberünk 100% igen. 100% Graham? Na, a legjobb a mai napon. Egyszerűen brillíroztál. Szép volt. Köszönöm. Gratulálok. Annyira köszönöm. Vedd csak fel. Köszönöm, egy ölelést. Kösd fel és gyere velem. Pontosan ez az, amire vártunk. Remélem figyeltétek őt, mert az eddigi legjobb ételt hozta. Szép volt, gratulálok! Kösz, főnök! Hihetetlen! Ez a legcsodásabb dolog, ami valaha történt velem. Jól van! Egészen kisgyermekkorom óta valami ilyesmit képzeltem el magamnak. Ez a pillanat minden fáradtságot megért. Ez csodálatos. Haver! Valaki csípjen meg! Mike sikere új életet lehel a konyhába. Hello! Egy délnyugati tengeri salátát készítek, csípős, lájmos öntettel. Van benned valami, aminek elő kéne jönnie, és ez a kötény segíthet neked ebben. Igen vagy nem? Igen! Gratulálok! Miért szavazzak igennel? Készen állok keményen dolgozni ezért. Nem ihatod meg egy 62 éves hölgy borát úgy, hogy nem kap kötényt. Én igen mondok rá. Barbecue rák New Orleans stílusban. Ha akarod, elkötelezettnek kell lenned. Nagyon akarom! Hangosabban. Nagyon akarom! A sikersorozatot követően a tét most Tracy az Atlantából érkezett orvosvállát terheli. Tracy azt reméli, édesanyja receptjével új fejezetet nyithat a saját életében. Tracy Naylor vagyok. Van egy 4 éves fiam. Ahó, kölyök! Mit hoztál mi? Legfőképpen anyám inspirált a főzés terén. Már egészen fiatal koromban megtanított arra, hogy értékelni tudjam az igazán finom ételeket. Nagyjából 1 évvel a halála előtt megkértem, írja le a családi recepteket. Ez a szakácskönyv talán a legértékesebb örökségem. Az anyámmal nagyon sok mindenben hasonlítottunk egymásra. Soha nem jártam szakácsiskolába, csak tudom, hogy kell főzni. Itt van a papikám, egészen Buffalo-ból jött ide, hogy láthasson. Meg akarod kóstolni? Ennél büszkébb már nem is lehetnék rá. Szép napot kívánok! Örvendek! Szintúgy. Hogy hívnak? Tracy. És mivel foglalkozol? Orvos vagyok. Honnan van benned a főzés szeretete? Az édesanyám tanította meg nekem mindazt, amit a főzésről tudok. Egyébként 4 nap múlva lesz a halála évfordulója. Sajnálom. Elnézést. Csak nyugodtan. Bocsánat. 3 évvel ezelőtt halt meg egészen váratlanul. Nagyon közel álltunk egymáshoz. Csak úgy ösztönzésképp elhoztam magammal az ő szakácskönyvét. Amikor ez megszületett, még nem sejtettem, hogy ez lesz az egyik utolsó emlékem róla. Miután ő meghalt, akkor kezdtem igazán intenzíven főzni. Végig kóstoltam a recepteket. Kíváncsi voltam, fel tudom-e idézni ugyanazokat az ízeket, amiket valaha annyira kedveltem az ő főztjében. Vajon mit szólna ahhoz, hogy most itt állsz előttünk? Nagyon oda lenne. Kiugrana a bőréből örömében. Imádott az orvoslányáról beszélni, és ugyanilyen büszke lenne a mester szakácslányára is. Oké, már készen is van. Rendben. Párolt csirke grillezett kelbimbóval. A kérdés számomra az, képes vagy egy szinttel feljebb lépni? Olyat is elkészíteni, ami nincs a szakácskönyvben. Könnyen tanulok. Azért jöttem ide, hogy ti tanítsatok engem.
Tudod, ehhez a kötényhez több kell egy házias fogásnál. Érezzük rajtad a szenvedélyt, a vágyat és az elszántságot. A kérdés az, hogy ennyi elég-e? Joe, igen vagy nem? Folytatódik a kutatás Amerika első mesterszakácsa után. Tracy, aki orvos Atlantában, édesanyja receptjével szeretné elérni a sikert. Tudod, ehhez a kötényhez több kell egy házias fogásnál. Joe, igen vagy nem? Én úgy vélem, hogy az étel ízletes. Szerintem pont a hozzád hasonlók számára jelenthet nagy fejlődést egy ilyen versenysorozat. Épp ezért én egy nagy igen mondok neked. Graham, igen vagy nem? Mindenképpen igen. Köszönöm. A mesterszakács pontosan miattad indult útjára. Olyan személyeket keresünk szerte az országban, akik ilyen szenvedélyesek. Amatőröket, akik ennyire jól főznek. Most veheti kezdetét az igazi utazás. Úgy lesz. Benned minden megvan ahhoz, hogy te legyél az első mesterszakács. Köszönöm. Az édesanyád határtalan lelkesedéssel néz le rád. Bebizonyítottad, hogy a szakácskönyve remek. Gratulálok. Köszönöm. Szép volt, brilliáns. Remek munka. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Imádták a főztömet. Tetszett nekik. El vagyok ájulva. Ez a kötény biztosít arról, hogy a mamám szelleme itt maradjon velem. Annyira büszke lenne rám. A többieknek jobb lesz vigyázni, mert én oda teszem magam. A mesterszakács stábja az egész országot beutazta, hogy lelkes amatőr szakácsok után kutasson. Sajnos akadnak olyanok, akiknek a próbálkozását nem koronázza siker. Ez egy kubai sült finom parmezános bundában. Nagyon egységű, egyértelműen nem. Valami kétségbeesést érzek ebben az ételben. Borral készült tárkonyos csirke. A hús túlfőtt, olyan, mint a gumi. Értem. Ezúttal nem sikerült. Te mit főzöl? Sóskexbe panírozott ahiton halat. Egy kicsit szokatlan elsőre. Elképzelni sem tudok olyat, amivel jobban el lehetne rontani egy finom tonhalat. Nyilvánvaló nem. Milyen kár érte? Következő versenyzőnk David Miller Bostonból. Nem nevezhető szótlan típusnak. Ma a legfinomabb ételemet egy bouillabaisse-t készítek New Englandi módra. A bouillabaisse a francia Provence-ból származik. Egyéniségének azonban van némi mesterkélt íze. Bum! Sikerült pofán csapnom magam a törülközővel. Na, kértek egy kicsit? Piszok magabiztos vagyok. Ne szórakozzatok már! Megkóstoljátok? Tessék! Csak egész nyugodtan! A kérdés csak az, vajon a zsűri rákap David stílusára és főztjére? Uraim! Hogy érzed magad? Lehetnék rosszabbul is. Lehetnék rosszabbul? Ez pozitívan hangzott. Mi a neved? Dave! Honnan jöttél? Boston, Massachusetts. Aha, most színészkedsz, vagy ez az alap? Én mindig ilyen vagyok. Hűha, és mivel foglalkozol? Szoftverfejlesztő vagyok. Micsoda? Micsoda? Szoftverfejlesztő. Szoftverfejlesztő. Ugye? Mit készítesz most? Egy bouillabaisse-t készítek New Englandi módra. Egy jó bouillabaisse-hez két nap kell. Aha. Neked meg egy órád volt. Egy óra, uram. Tetszik a magabiztosságod. Nagyképűnek tartanak, mert van önbizalmam. Önbizalmad az van. A bukásra készülsz fel így, vagy ennyire jó szakács vagy? Mindjárt kiderül, vagy nem? Elmondanád közben, hogy mit csinálsz? Persze, most melegítem fel a bouillabaisse-t. Készül a kruton, és most látok neki a rouille-nak. Te francia vagy? Csak egy kicsit beszélek. Oké, akkor mondd el, mit csinálsz. Tessék? Csak lassan, kérem. Te tényleg ilyen vagy? Komolyan, ez vagyok én. Vagy ez valami karácsonyi pantomim? Lemaradtam valamiről. Hol az olívaolaj? Ehhez olíva kell. Kaphatok olívaolajat? Betoljuk, ez a kandi kamera. Jó hírem van, kellemes az illata. Igen.
Bouillabaisse New Englandi módra francia croutonnal és rouillyal. Egy alapvető gond van ezzel az étellel. Ez nem bouillabaisse. Ezzel azért legyél tisztában. Kösz. Hadd tegyek fel egy fontos kérdést. Miért jelentkeztél ide? Mert szívvel, lélekkel szeretek főzni. Egész nap egy monitor előtt ülök. Jól csinálom a munkámat, de nem imádom. Ezt viszont igen. A baj az, hogyha valaki jó valamiben, attól magabiztos lesz. A bizonytalanság viszont arroganciát szül. Egy jó bouillabaisse elkészítéséhez legalább 2 nap kell. Ez itt nem bouillabaisse. Az arrogáns séfek olyanok, mint a szőke nők Hollywoodban. Komolyan kérdezem, hol a valódi önmagad? Akkor szedd össze a bátorságodat, amikor főzni kell, és azzal győzzél meg minket. Ez nem én vagyok. Adjatok még egy esélyt. Na végre. Graham. Nem is tudom. Lehet, hogy őrültség. De én igent mondok rá. Nos, vajon a tehetség a több benned? Vagy a bohóc? Én nem szavazok rád. Szerintem bohóc vagy. Te mit gondolsz, Joe? Igen vagy nem? Nem is tudom. Lehet, hogy őrültség. De én igen mondok rá. Én nem szavazok rád. Te mit gondolsz, Joe? Meg tudom csinálni, megígérem. Komolyan? Komolyan. Mert ha nem, akkor neki kell magyarázkodnom. Komolyan. Képes vagy rá? Képes vagyok. Akkor a tiéd. Gyere ide, légy szíves. Köszönöm. Szép volt. Döbbenetes, mennyire belelátnak az ember lelkeméjébe. Akkor is, ha azt hiszed, túljárhatsz az eszükön. Minden lehetőséget meg fogok ragadni, hogy tanuljak tőlük. Ez egy valóra vált álom nekem. Lia bárpultos, Josh a farmer és Krisztina a lakberendező is egy lépéssel közelebb érezheti magát a negyedmillió dollárhoz, valamint az Amerika első mesterszakácsa címhez. Következő versenyzőnk a házias déli ízvilágra esküszik. Azt a nem jóját! Hello! Avis vagyok, és Louisiana államban élek. Utánozni lehet engem, de utolérni soha. Na, ma melyik legyen? A munkám részeként segítek az időseken, betegeken és más rászorulókon. A főzési stílusom tradicionális New Orleans-i. Ha ez összeáll és belekóstolsz, az agyad kiugrik a helyéről. Gordon Ramsay karakán, szókimondó pasas. Csak imádni vagy utálni lehet, nincs középút. De a tisztelet mindenképpen kijár neki. Én már is imádom őt. Már alig várom, hogy ezt a köténykémet lecserélhessem egy olyanra, ami nálatok van. Úgy izgulok. Egy arkádiai törpeharcsát szeretnék készíteni. A köret angyalhajtészta, a legkülönfélébb fűszerekkel. Ha elkészül, az ízétől dobni fogtok egy hátast. Nem tréfálok ám. Imádok főzni, és imádom, amikor élvezik a főztömet. Imádkozom, hogy elnyeri a tetszéseteket. Arkádiai törpeharcsa tejszínes vajas garnéla szósszal.
Az igazi mesterszakács fontos ismérve az önzetlenség, a szenvedély és az erős hit. Azt látom, hogy benned megvan mindez. Na, persze az is lényeges, milyen íze van az ételeknek. A tészta egy kicsit nehézkes. Ezen a téren bőven van még mit fejlődni, de alapjában véve izgalmas ételt készítettél. Remélem jobb az íze, mint ahogy kinéz. Engem a tálalás borzaszt el. Sokkal jobban oda kellene figyelned a részletekre. A tészta rettenetesen szétfőtt. A harcsa kiváló lett. A hal megsült, mégis szétomlik a szádban. A törpeharcsa húsában sok a nedvesség, nem könnyű ilyen ropogósra készíteni. A tészta a gyenge láncem. Méghozzá nagyon gyenge. Én igent adok. Oké, Joe, igen vagy nem? Mindenképpen nem, sajnálom. Kérlek, gyere ide. Először is. Kérlek, adj egy esélyt. Tegyél meg valamit. Vedd ezt fel. Ó, köszönöm. Gratulálok, ügyes voltál. Úristen! Attól féltem, összepréssel. A folytatásban. Tészta és sajt egy ilyen egyszerű ételnek tökéletesnek kell lennie. A tálalás meg tudod csinálni jobban? Mit értesz ezen? Azt, amit mondok. Egy kétlábon járó katasztrófa. A mesterszakács jelentkezői mind életük nagy álmát szeretnék valóra váltani. Randy otthonról hozott receptje nem nélkülözi a laktató falatokat. Ez lesz minden idők legjobb rakott burgonyája, amit kóstoltak. Randy a farmer nem sajnálja a finom falatokat. Ó, valamit még elfelejtettem. Nincs jobb, mint egy rakás vaj. A nevem Randy Trayford. Nem vagy öreg a kantáros nacihoz? Dehogy! Ez normális viselet? Persze. Jó, van, oké. Meséld el, mi az a fura dolog ott előtted? Ez a mi rakott burgonyánk. Az anyámtól származik a recept. Ő csak úgy nevezte, ez a temetési krumpli. Szent ég. Ha valaki a környékről vagy egy szomszédos farmon meghalt, akkor szokás volt átvinni valami ételt a családnak. Ebben cheddar sajt van, majonéz és tejföl. Az egészet összekavarjuk. És megsütöd. És megsütöm. Jöhet a temetés. Temetési parti szerviz. Parti szerviz. A saját malacostálunkon kínálom. Rakott burgonya kasszeróle. Uraim! Oké. Okay. Ez mindig ilyen folyós? Nem. Hiha. A tálalást meg tudod csinálni jobban? Mit értesz ezen? Azt, amit mondok. Hát ez ilyen. Nagyon ódivatú. Az ország tovább lépett egy évszázada. Kőkorszaki kaja. Joe? Óriási nem, sajnálom. Graham? Egyáltalán nem. Sajnálom. Atya ég. Ezzel csak kárt tehet másokban. Egy két lábon járó katasztrófa, garantált szívinfarktus. Képzelem, mire lehet képes még. Egy farmról érkezett, nem? Mintha tehéntrágya lenne sajttal megszórva. Tessék! A kötények közelfele már gazdára talált, így egyre feszültebb a hangulat a konyhában. De van, akin ez nem látszik meg.
Gyerünk, bulizzunk egy kicsit. Mi van, senki se táncol? Nem szeretitek a jó partikat? Faruk számára a mesterszakács egy esély, hogy elérje álmát, amit családja érdekében eddig parkolópályára tett. Na jó, ennél több nem is kell neki. Most még felteszem a tetejére a békönnel, és mehet rá a reszelt sajt is. Minden félretett a családja miatt. Szeretett volna szakácsiskolába járni, de nem engedhette meg magának. Másra kellett a pénz, így ez csak álom maradt neki. Apa sajtos makaronit csinál. Makaronit és sajtot. A főzés iránti szenvedélyem a családból fakad. Az étel összefogja az embereket. Te is kérsz? Igen. Jó. Uraim, szép napot! Hello, hogy vagy? Nagyon jól. Micsoda hang, hogy hívnak? Faruk a nevem. Nagyon örvendek, mit fogsz készíteni? Egy sikkes sajtos makarónit. Azért sikkes, mert megbolondítom egy kicsit, hogy trendi és szexi legyen. Először is készítek egy kis parmezán díszt, amit pillangó formájúvá alakítok. Mi? Te ez a mesterszakács. Igen. Parmezán pillangó. Kell neki még egy percecske. Ez a legutolsó, amire számítottam volna tőled. Bejössz ide ezzel a hanggal, mintha szét akarnád verni a termet, és közlöd, hogy parmezán pillangókat gyártasz. Ezt ide oldalra tesszük, pihentetjük egy kicsit, majd a végén összehajtjuk. Ezt, mintha csőben sütötted volna. Igen, igen, teljesen átsütöttem. Ezért marad ilyen szépen egyben. Sült sajtos makaróni pillangós parmezán sajttal. Na jó, kóstoljunk. Maga biztosan mosolyod, Faruk. Igen, uram. Szépen megpirult a teteje, egyenletes lett. Ez arra utal, hogy odafigyelsz a részletekre, és ismered a helyes technikát. Ettől lesz szép és kellemesen ropogós a burkolata. Reménykedjünk, hogy alatta tökéletesen főtt al dente tészta bújik meg. Köszönöm. Elmondom, mi az ábra, még mielőtt belekóstolnék. Ennek tökéletesnek kell lennie, hisz a tészta és a sajt az egyik legközönségesebb étel az egész országban. Ahhoz, hogy elérj vele valamit, a legjobbnak kell lennie. A tészta és a sajt az egyik legközönségesebb étel az egész országban. Ahhoz, hogy elérj vele valamit, a legjobbnak kell lennie. Kóstold meg! Mi hiányzik? A fűszerek? Micsoda szégyen! Kiváló képességek, remek tálalás, és elfelejtetted a legfontosabbat, a fűszereket. Te csak szórakozni jöttél? Ha komolyan vennéd, megfűszerezted volna. Én komolyan veszem. Ki jött el veled? A feleségem és a fiam. Hívd ide őket! Igen, főnök. Jennifer, Silas, gyertek! Nagyon örvendek. Ők a családom. Silas és Jennifer. Sziasztok! Mi újság, Silas? Szépek vagytok. Otthon ő főz? Igen. Mit jelent neki az, hogy ma itt lehet? Mindent. Rengeteg áldozatot hoz azért, hogy jó férj és jó apa legyen. Mindent megtesz értünk. Én is igyekszem. De neki minden álmát félre kellett tennie. Kell egy bizonyos bátorság ahhoz, hogy sajtos makarónival állj ide. Mert én csak... A teteje fantasztikus lett, de persze a legfontosabbat elfelejtetted, pedig ott volt az orrod előtt. Egy kevéssel sokkal többre jutnál. Az ételek ízében a só olyan, mint egy nagyítóüveg. Bármihez adott hozzá a kellő mértékben, kiemeli az amatát. Oké, ideje szavaznunk.
Szeretném ezt az ételt sima sajtos makaróniként értékelni. És te saját magadat csodorva bajba ezzel, egy szimpla főtt tisztát szolgáltál fel nekünk. És egy főtt tisztára kénytelen vagyok nemet mondani. Az ételből hiányzott ugyan a fűszerezés, a só és a bors, de van egy fontos alkotóelem, amit kiéreztem belőle. Ez egyértelmű volt, és ez a szeretet. Attól tartok, hogy sokan pontosan ezt felejtik el beletenni a megfelelő fűszerek helyett. Én igent adok neked. Válaszúthoz érkeztem, és nem tudom, merre menjek. Tanácstalan vagyok. Ide nem kellenek pillangók, nem kell egy bokornyi petrezselyem. Válthatnánk néhány szót? Persze. Gyere ide, kérlek. Tegyél meg egy szívességet. Fogd a sószórót. Te meg, kis haver, add oda ezt a papának. Vedd fel a sószórót, és használd is. Egy kis adag nagy csodákra képes. Szép volt. Igen, főnök, köszönöm. Gratulálok. Vidd magaddal. Elviszem. Jól van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viszlát. Annyira örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Hogy fejlődhetek. Hogy jobb lehetek. Szóhoz sem jutok a boldogságtól. Komolyan azt hiszem, hogy ebből tanulni fog. Ezt a pillanatot soha életében nem fogja elfelejteni. Az, hogy belőlem igazi séf válhat, egy igazi mese. Az egyszer volt, hol nem volt, most kezdődik. A kötények több mint fele elkelt már. A hátralévő jelentkezők körében egyre csak nő a feszültség. A verseny folytatódik. A cél megtalálni Amerika legjobb amatőr szakácsát. A következő epizódban a válogatás első szakasza lezárul, ám előbb még számos jelentkező száll ringbe. Két órátok van, hogy hazamenjetek és főzzetek valami eredetit. Húzzatok innen! Két óránk van, gyerünk! Sok akadályt kell leküzdeni. Ritka születési rendellenesség, mindkét kezemen három új van. Elég nehéz lehet így három újjal. Hogy boldogulsz? A főzés éltet engem. Remények törnek szét. Lehet, hogy tévedtem. Ha van vér a pucádban, kimész és adsz neki egy kötényt. Nem ezt érdemelte. Egyesek számára az álom valósággá válhat. Egész életemben erre vártam, gyere csak ide! Én mellette állok. Joe, jobbá tudom tenni ezt az embert. Folytatódik a kutatás Amerika legelső mesterszakácsa után. A magyar változatot a Masterfilm Digital készítette.